Most szeretném megmutatni a CT program használatát. Ha megnyitom a programot, akkor elméletileg ennek kell feljönnie. Ha nem ez jön fel, akkor a Tools között, Setup, Röntgen CT Button, Image Load dolgokat kell megjelölni, és le kell lokézni. Ilyenkor kérni fogja az újraindítást. Ha egy beteget behozok, akkor itt egyszer rákattintva kiadja a CT, meg a nyers CT adatokat. A CT-re kell kattintani, és akkor behozza. Ha aznap készült a beteg, akkor nem kell beírni a számát, betegről a felvétel, akkor nem kell beírni a számát, hanem a clear, és itt választhatok a mai felvételeket, ahol csak néhány képet fog kiadni, ami aznap készült, hogy gyorsabban bejön. Induláskor ez a kép fog látszani. A kép dőlés szögén tudok úgy változtatni minden irányban, hogy a jobb sarokba nem megyek, akkor megjelenik egy ilyen kis iracska, és ezzel tudom dönteni a felsőhöz vagy az alsóhoz jobban beállítva. A középső képen, vagy bármely képen van a piros vonal, az a felső panoráma görbét jelenti, a zöld az az alsó. Ha én ezt kicsit megmozdítom, akkor itt a jobb oldali képen nem a teljes metszetet fogja mutatni, hanem csak egy panoráma előállítása a szükséges metszetet, és ráteszi azt, hogy ő automatikusan hova tette ki a panoráma gépét. Ez általában rossz. Ilyenkor a sárga pöttyökre kattintva oda kell tennem, helyeznem a panoráma görbét, ahol nekem jobban tetszik, ahol jobban látom a dolgokat. Utána két irányba mehetek tovább. Ha a panoráma képre kattintok kétszer, akkor fent marad a panoráma kép, lent viszont metszetek jönnek elő. Ez mindig a középső metszet, ezt kettőt kattintva ki lehet nagyítani. Ezzel a csúszkával tudom a réteg vastagságot állítani. Ha a jobb rész szélére kattintok, akkor most 2 mm van egy rétegben élesen. Ha közelebb viszem, bocsánat, most 3 mm, sőt, mint több akárhány mm lehet, közelebb ugye pedig 0,2 mm réteg vastagságot mozgok. Utána a metszetet tudom mozgatni több akármilyen irányba, ahova szeretném. Ha elengedem, akkor jön ki a kép. Vagy pedig ezen a képen borítva tudom a vonalat előre-hátra vinni. Ha az alsót akarom megnézni jobban, akkor azt tudom mozgatni. Ha a kép nem ott van nekem, ahol kell, akkor tudom az egérrel itt alul följebb lejjebb vinni, vagy pedig itt tudom a csúszkával gyorsabban följebb lejjebb vinni. Ha a képen nem jelenik meg semmi, akkor vissza tudom állítani a Reset All Windows Levels, nem tudom, hogy kell kimondani, sem tudom angolul, és akkor visszajönnek ezek a képek. Ha középre teszem az egeret egy-egy képen, akkor tudom a kontrasztot állítani, és a fényerőt. Beállítja a többit utána. Ha vissza akarom tenni az eredeti állapotot, akkor meg tudom tenni az előbb ismertetett módon. Ha a képet nagyítani akarom, akkor a kép jobb szélére kell elmennem, megjelenik a nagyító. Ha bal szélére megyek el, akkor pedig két jelenik meg, ezzel mozgatni tudom minden irányba. Ha mérni akarok, akkor jobb egérgomb, távolságmérés, és ilyen egész apró betűkre ide teszi fel. Csak az, hogy én is jól lássam. Le kell vinni megint. Ha valahol egy metszetet szeretnék készíteni, az itt nem megy. Kilépni ebből a részből és visszamenni az első pontra, fent a sarokban. Ha a középső képre kattintok, akkor a panorámánál vagy a CT-nél szokásos háromirányú, háromsíkú felvételeket adja meg. Ha itt metszeteket akarok nézni, akkor célszerű megkeresni azt a pontot, ahol ennek a metszete szükségem van. Képre kattintva jobb egérgombbal egyenest tudok húzni, és az egyenest be tudom állítani. Induláspont, végpont, mielőtt elengedem, tudom változtatni az irányát,
Majd ha elengedtem, és rámegyek megint valamelyik végére, akkor tudom mozgatni. A kép mindig alul jelenik meg ebben a pontban. Ha ezen görgetek, akkor tudok előre-hátra menni, szépen lassan, kockánként. A vonalat minden irányba, minden képen meg tudom tenni, attól függ, hogy mit akarok megnézni, és azt szépen tudom mozgatni. Ha itt akarok egy metszetet készíteni, akkor ott is tudok metszetet készíteni, és tudom minden irányba mozgatni. Vagy ha egy fogról szeretnék hosszirányú felvételt, akkor az is lehetséges. Lehetőségek határtalanok. Körülbelül ennyi a lényeg. Köszönöm szépen!